Hát szeretettel köszöntelek benneteket én is ezen a mai vasárnapon. Ennek az összejövetelnek a középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Eddig is ő állt, mert neki énekeltünk, róla énekeltünk, és most is ő áll, mert róla szeretnék beszélni nektek, Jézusról. Vannak olyan emberek, akik kategórikusan elutasítják Jézust. Azt mondják, engem nem érdekel Jézus, engem nem érdekel a kereszténység, ez hülyeség, hagyj engem ezzel békén. Vannak olyan emberek is, akik nem utasítják el Jézust, csak egyszerűen nem törődnek vele. Figyelmen kívül hagyják. Igen, igen, az egy jó dolog, a kereszténység, vannak, akik Jézust követik, vannak, akik benne hisznek, de az én életem nem erről szól. Én nekem van munkám, nekem van családom, nekem vannak céljaim az életbe, és nem foglalkozok Jézussal. Aztán vannak olyanok is, akik tisztelik Jézust, de azt mondják, hogy nem ő az egyetlen út. Jézus is egy út Istenhez, de egy a sok jó út közül. Ha te Jézust követed, és ez neked jó, annak én örülök. Én is megtaláltam a magam útját, és én meg annak örülök. És akkor örüljünk egymásnak. Aztán vannak olyanok is, akik érzik már egy ideje, hogy Jézus felé kellene fordulniuk, de halogatják a dolgot. Úgy érzik, hogy még sok minden van, amit meg kellene oldani, amit el kellene intézni, lefoglalja őket a munka, a család, a párválasztás, a karrier, a házépítés, a nyugdíj előtakarékosság, szóval nagyon sok minden, és úgy gondolják, hogy majd egyszer eljön az én időm is, és akkor majd Jézushoz fog fordulni. Talán a halálos ágyamon. Aztán természetesen vannak olyanok is, akik már felismerték, hogy Jézus mennyire fontos számukra. Akárhogyan is gondolkodtál eddig Jézusról, szeretném elmondani neked, és ma ez a legfontosabb üzenetem, hogy szükséged van Jézusra. Szükséged van Jézusra. Lehet, hogy eddig mereven elutasítottad. Lehet, hogy egyszerűen csak nem törődtél vele. Lehet, hogy azt gondoltad, hogy ő is egy út, de van még sok más jó út. Lehet, hogy már érzed, hogy közeledni kellene hozzá. Az is lehet, hogy már az övé vagy. Bárhogy is legyen, a mai üzenetem hozzád az, hogy szükséged van Jézusra. Szükséged van Jézusra. Akkor is szükséged van rá, ha eddig nem követted őt, és akkor is szükséged van rá, hogyha már őt követed. Ki az közületek, aki hisz abban, hogy szüksége van Jézusra? Akkor kérlek, hogy ha hiszel benne csak akkor, ha hiszed ezt, akkor mondd a melletted ülőknek, hogy szükséged van Jézusra. Szükséged van Jézusra. Szükséged van Jézusra. Ha itt vagy ebben a teremben, ha az interneten keresztül nézed ezt a prédikációt, hadd mondjam el, szükséged van Jézusra. Bárhogy is gondolkodtál eddig Jézusról, ma szeretném elmondani, hogy szükséged van Jézusra. De nem ennyi az üzenet, hanem szeretném megindokolni, hogy miért. És igazából ez az üzenet ma, hogy miért van szükségem Jézusra. Miért van nekem szükségem Jézusra? Miért van neked szükséged Jézusra? Miért van minden embernek szüksége Jézusra? Először is nézzük meg ezt a kérdést azoknak a szemszögéből, akik még nem követik őt. És hogyha még nem követed Jézust, akkor ne kapcsold ki itt ezt az internetet, mert ez a része neked fog szólni. Szeretném elmondani, hogy miért van szükséged neked is Jézusra, ha eddig nem is követted őt. Először is azért, mert bűnös vagy. Azért van szükséged Jézusra, mert bűnös vagy. A Biblia azt mondja a Római Levél 3. fejezetének a 22. és 23. versében, hogy mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek. Nincs különbség, mindnyájan vétkeztek. Mindenki bűnös. Ki az közületek, aki soha életében nem hazudott még? Van valaki? Akkor azt hiszem, nem is kell tovább firtatnunk ezt a dolgot, mert elmondhatjuk, hogy mindannyian, ha legalább egyszer hazudtunk, akkor már bűnösök vagyunk. Van-e közületek valaki, aki soha nem volt szeretetlen?
aki soha nem volt indulatos? Van-e közületek valaki, aki mindig bízott Istenben? És mindig, minden helyzetben arra gondolt, hogy hogyan élhetne harmóniában az ő teremtőjével? Sorolhatnám még tovább, de elég ennyi. Igaz a Biblia. Mindnyájan vétkeztek. Mindannyian bűnösök vagyunk. A példabeszédek könyvének a 20. fejezetében a 9. vers azt írja, kimondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Van valaki, aki ezt mondhatná? Senki. Az Ézsaiás könyve 53. részének a 6. versében azt írja a Biblia, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. És ez a probléma. Isten a mi nagy pásztorunk, hiszen ő alkotott minket, ő szeret bennünket, ő gondot akar viselni rólunk, és ez már így volt az első pillanattól kezdve. Amikor Isten megalkotta az embert, azért teremtette meg, hogy boldog legyen, hogy jó létet biztosítson számára a vele való kapcsolatban. Mi volt a probléma? Az, hogy már az első ember olyan bárány volt, aki azt mondta, én inkább a saját utamat fogom járni. És elfordult Istentől. De nem csak Éva, és nem csak Ádám tették ezt meg, hanem én is megtettem. És te is megtetted. És minden ember megtette, hogy elhagytuk a mi teremtőnket, és a saját útjunkra tértünk. Azt mondja a Biblia, hogy mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járja. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát én azért nem vagyok bűnös. És ezért nekem nincs szükségem igazából semmi különös változásra. De a Biblia szerint, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg. És nincs meg bennünk az igazság. Ha bárki azt mondaná, hogy én nem vagyok bűnös, attól ő még bűnös. Csak nem ismerte fel. Szóval az első dolog, ami miatt szükséged van Jézusra, akkor is, ha eddig nem törődtél vele, vagy nem követted őt, hogy bűnös vagy. És ez miért probléma? Azért, mert a bűneid elválasztanak Istentől. A Biblia azt mondja, hogy Isten szent. Hogy ő tökéletes. És ő nem azért különül el a bűntől és a bűnösöktől, mert nem szereti őket. De igen, szereti őket. Nagyon is szereti Isten minden embert, függetlenül attól, hogy hogy él, és mit csinál, és milyen volt a múltja. A legnagyobb gengsztereket is szereti Isten, a legnagyobb tömeggyilkosokat is szereti Isten, még az iszlám terroristákat is szereti Isten. Mindenkit szeret Isten. Isten nem azért különül el a bűnösöktől, mert nem szereti őket, hanem azért, mert ő szent. Ő egyszerűen nem tud a bűnnel közösséget vállalni. Azt írja a Biblia, a 24. Zsoltár 3.-4. versében, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén. Nos, ki mehet közel az Úrhoz? Itt a válasz. Nézzétek, ha akarjátok, olvassátok velem. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Itt van csak 4 feltétel. Ha van köztünk valaki, aki mind a 4-et megtartotta, akkor mehet Isten jelenlétébe. Van köztünk valaki, aki ártatlan kezű? Soha nem vétkezett? Nem tapad semmi bűn a kezéhez? Van köztünk valaki, aki tiszta szívű, mindig is tiszta szívű volt? Van köztünk valaki, aki soha nem sóvárgott hiába valóságok után? Csak azért mondom, mert íme a feltételek, hogy ki mehet fel az Úr szent hegyére. Az ő jelenlétébe. A helyzet az, hogy már megint megbuktunk. Már megint nem mehetünk fel, és nem mehetünk oda Istenhez. Az Efézusi levél 5. részének az 5. versében azt írja a Biblia. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz kabzsinak, bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Ezt a listát még sorolhatta volna tovább is Pál. Mert ugyanerről szól, hogy aki bűnt hordoz magában, aki valaha csak egyszer is vétkezett, az nem léphet be az Isten országába. Azért, mert Isten szent, tökéletes, és az ő országa is szent, és az ő országa is tökéletes.
A római levél harmadik fejezetében, a már idézett 22. 23. versben ezt mondja a Biblia, a folytatást is idézve. Mert nincs különbség, minnyájan vétkeztek, és mi ennek a következménye? És nélkülözik Isten dicsőségét. A Vida Sándorféle fordítást olvastam fel. És nélkülözik Isten dicsőségét. Kedves barátom, mi arra lettünk teremtve, hogy Isten dicsőségében éljünk. Arra lettünk teremtve, hogy az ő szeretetében éljünk. Hogy az ő békéjében éljünk. Hogy az ő örömében éljünk. Hogy az ő jóságában éljünk. Hogy az ő erejében éljünk, az ő hatalmában éljünk, erre lettünk teremtve. De miért nélkülözzük mindezt? Azért, mert vétkeztünk, és ebben nincs különbség közöttünk. A bűneink elválasztanak bennünket Istentől. Az Ézsaiás könyve 59. fejezetében azt írja a Biblia erről, egészen konkrétan megfogalmazva az első, második versben, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. És nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Előfordult már veled az, hogy úgy gondoltad, úgy érezted, hogy az Isten keze megrövidült? Vagy úgy gondoltad, hogy talán az Isten nagyot hall? El kellene mennie valami hallásvizsgálatra? Valami hallókészülékre lenne szüksége? Mert annyit kérted már, és annyit mondtad, és ő mégse hallja. És itt most elsősorban azokról beszélek, akik még nem követik Jézust. Nem követed Jézust, de lehet, hogy imádkoztál már életedbe. És mondtad, hogy Isten segíts meg engem! Én ugyan nem akarok szorosabb kapcsolatot veled, de most segíts meg, mert most bajba vagyok. Azt mondja a Biblia, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem, olvassuk együtt, a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, és a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek. Tehát teljesen egyértelmű, világos, amit mond a Biblia, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, de a bűneink elválasztanak bennünket Istentől. És magunktól semmi esélyünk nincsen. A harmadik dolog, ami ebből következik, ami miatt szükségünk van Jézusra, mert egyedül Jézus tud megmenteni. Egyedül Jézus tud megmenteni bennünket. Azt írja az 1 Timóteus 1.15-ben az ige, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, megszabadítsa. Miért jött el Jézus ebbe a világba? Hogy megszabadítsa a bűnösöket, hogy megmentse őket, és ez az örömhír. Akkor is, ha itt vagy, és már ezerszer hallottad. Akkor is, hogyha még most hallod először, hadd mondjam el, hogy ez az örömhír. Hogy Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Hogy azt az akadályt, ami bennünket végérvényesen elválasztott a mi teremtőnktől, azt ledöntse. Sőt, az apostolok cselekedetei 4. rész 12. versében egyenesen azt írja a Biblia, hogy nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Tehát Jézus egy a sok jó út közül? Nem. Jézus az egyetlen út. Isten csak Jézust küldte el, hogy legyen a mi üdvözítőnk. Nem küldte Krisnát, nem küldte Buddhát, nem küldte Mohamedet. És most bocsánatot kérek mindenkitől, aki őt követi. Nem akarlak megbántani, csak egyszerűen ez az igazság. Isten egy valakit küldött, a názáreti Jézust, azért, hogy megszabadítson a bűnből. És nem fogsz megszabadulni a bűnből, és nem fogsz visszatalálni a Teremtődhöz, csak Jézuson keresztül. És ezért szükséged van Jézusra. És lehet, hogy eddig ezt nem gondoltad, lehet, hogy nem értetted, lehet, hogy nem hitted el, de ma azt szeretném, hogy megértsd, hogy szükséged van Jézusra. Azt mondja az 1 Timóteus 2.5-ben a Biblia, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is,
Isten és emberek között. Kicsoda ő? Krishna? Buddha? Mohamed? Nem tudom én. Valamelyik guru? Mert egy a közben járó is Isten és emberek között. Kicsoda? Az ember Krisztus Jézus. Mondjuk együtt. Az ember Krisztus Jézus. Az ember Krisztus Jézus. Csak egyedül Jézus tud megmenteni bennünket. Ma ezekre a miértekre keressük a választ. Úgyhogy jön a következő kérdés. Miért egyedül Jézus tud megmenteni? Láttuk tehát, hogy csak Jézus tud megmenteni. De miért? Miért nem tud Krishna? Miért nem tud Buddha? Miért nem tudlak én? Miért nem tudsz te engem? Miért csak egyedül Jézus? Érdekel ez a kérdés? Hadd mondjam el, mert tudnod kell. És értened kell. Miért egyedül Jézus tud megmenteni? Három válaszom van erre a kérdésre. És a harmadik lesz a legfontosabb. Az első, mert egyedül ő a testet öltött Isten. Soha senki másban nem öltött testet a teremtő, mindenható, örökkévaló Isten itt ebben a földi világban, egyedül a názareti Jézusban. Soha senki másban. Nem lakik ilyen módon bennünk az Isten. Nem vagyunk istenek. Belénk költözhet az Isten, de mi nem vagyunk istenek. És egyetlen ember sem volt soha Isten a názareti Jézuson kívül. Azt mondja a Biblia a János evangéliuma első rész 18. versében. Istent soha senki sem látta az emberek közül ebben a testben. Az egyszülött Isten, vagy az egyszülött fiú, aki az atyakebelén van, az jelentette ki őt. Kedves barátaim, mi nem tudunk felmászni létrán a mennybe. De még űrhajón sem. Mi magunktól, a magunk erejéből nem tudunk oda menni hozzá. És nem tudjuk megtalálni őt. És nem tudjuk kivívni az elfogadását. Mert ő sokkal nagyobb, mint mi vagyunk. És ő tökéletes. Mi kicsi parányi emberek vagyunk, és tisztátalanok vagyunk. És nincsen lehetőségünk arra, hogy oda menjünk hozzá, mert korlátoltak vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy soha egyetlen ember sem láthatta Istent színről színre. Ezért Isten mit tett? Ő maga megmutatta magát, kinyilatkoztatta magát. Hogyan? Az egyszülött fiún keresztül. És az egyszülött fiát, aki örökkévaló Isten, öröktől fogva létezik, a történelem egy pontján letranszformálta. Inkarnálta, hogy ilyen szép szavakat mondjak. És beküldte ebbe az emberi világba, hogy legyen ugyanolyan ember, mint amilyen emberek mi vagyunk. Hogy legyen esélyünk, hogy megismerhessük őt. A Kolossé 2.9.10-ben azt írja az Új Szövetség, egy fantasztikus szakasz Jézus természetéről szól. Azt mondja, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Nézzétek, mit mond a Biblia? Ő benne, azaz a názareti Jézusban, ebben a konkrét történelmi személyben lakik az Istenség egész teljessége testileg. Ez nem azt jelenti, hogy az örökkévaló hatalmas Atya Istenből mindent tartalmaz, tehát benne van az egész, hanem azt mondja, hogy mindenből van benne. Benne lakik testileg. Egyedül a názareti Jézus volt az, akiben az örökkévaló Isten eljött ebbe a világba. A János evangélium a harmadik részében, a 13. verstől azt írja az Új Szövetség. Mert nem ment fel a mennybe senki, ezt úgy is lehetne fordítani, mert nem jutott fel a mennybe senki. Még Yuri Gagarin sem, és ő utána se senki. Mert nem jutott fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Nézzétek, milyen gazdag ez a rövid szakasz. Egyetlen ember sem tud feljutni a mennybe. Senki sem tudott feljutni. Senki sem tudott felmenni. Hanem az, aki öröktől fogva volt, aki testet öltött, és emberfia lett, Isten fia volt mindig, de emberfia lett, Márián keresztül, és belépett ebbe a világba. És elhozta nekünk az Istennek a jelenlétét. És miután emberré lett,
és végigjárta az ő földi szolgálatát, felemeltetett. Hova emeltetett fel? A keresztre. Azt mondja a Biblia, hogy ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Az Ószövetségben volt egy érdekes történet, erre utalít maga Jézus. Amikor Izrael fiai a pusztában vándoroltak, és elkezdtek lázadozni Isten ellen, és azt mondták, minek hoztál ki bennünket Egyiptomból? Azért, hogy itt pusztuljunk el a pusztában. Milyen csodálatosak voltak azok az egyiptomi húsos vazakak. Azok a fokhagymák, azok a vörös hagymák, azok a póréhagymák, azok a mindenféle hagymák, azok milyen jók voltak. Ja, hogy korbács is volt, meg a gyerekeinket megölték újszülötten, ja, azt elfelejtettük. De a húsos fazekak és a hagymák, azok a hagymák. És lázadtak Isten ellen, és nem fogták fel, hogy milyen kegyelmet adott nekik Isten. És ezért Isten megengedte, hogy mérges kígyók jöjjenek rájuk a pusztába. És az egy nagyon kétségbeejtő helyzet volt. Mert ezek a mérges kígyók előbukkantak hirtelen innen-onnan. Képzeld el, bemész a házadba, és egyszer kinyitod a hűtőt, és puff, kijön egy mérges kígyó, és megmar. Vagy befekszel az ágyadba, és a paplan alól hopp, kijön egy mérges kígyó, és megmar, és neked annyi. És egyszerűen mindenki retteget, hogy mikor jön egy kígyó, és mikor marja meg, és mikor lesz vége az életének. A kígyó marásnak az a jellegzetessége, hogy nem öl azonnal. Megmart, és abban a pillanatban tudod, hogy neked véged, de még van lehet néhány percet, vagy néhány órát, az is lehet, hogy egy-két napod. Micsoda tragikus helyzet ez. És rögtön megtért az egész nép, futottak Mózeshez, ó, Mózes, könyörölj rajtunk, vagy könyörög értünk Istennél, könyörög érettünk, na mindegy. Szóval, én vétkem, én igen nagy vétkem, könyörög érettünk, és akkor Mózes könyörgött, és Isten azt mondta neki, hogy Mózes, készíts ércből egy kígyót, tűzd rá egy póznára, és aztán emeld magasra ezt a póznát, hogy az a kígyó, ami ércből van, a réz is egy érc, az magasról látszódjon, jó messziről. És hogyha valakit megmar a kígyó, akkor semmi egyebet nem kell tennie, csak így felnéznie arra a kígyóra. És ha felnéz rá, abban a pillanatban, ahogyan a tekintetet ráesik arra az érc kígyóra, Isten gyógyító ereje bele fog áradni a testébe. És semlegesíti a méreg hatását, és nem fog meghalni, hanem élni fog, annak ellenére, hogy lázadó volt, hogy bűnös volt. És azokban a napokban Izrael fiai ott a pusztában megtapasztaltak valamit abból, amit később Isten az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül végzett el az egész világon. Ugyanis ez egy előkép volt. És azért tette Isten, mert jelezni akarta, hogy mit fog majd, hogy fog majd történni, amikor az ő fia eljön. És kedves barátaim, akkor, amikor Jézus eljött ebbe a világba, és végül meghalt, és felemelték, és ott függött a kereszten, akkor a mi bűneinkért függött ott. És az, aki hisz ő benne, aki felnéz rá, annak Isten megbocsát, annak Isten eltörli a bűneit, és annak ellenére, hogy tisztátalan volt, parázna volt, vétkeskezű volt, annak ellenére megnyitja számára a mennyek országát. És felmehet az Úr Szent hegyére, és nem kell nélkülöznie többé Istennek a dicsőségét. Igen, annak ellenére, hogy bűnös vagy, élhetsz szeretetben. Annak ellenére, hogy bűnös vagy, élhetsz békében. Annak ellenére, hogy bűnös vagy, élhetsz örömmel. Mert Isten dicsősége kegyelemből, Krisztus miatt be fog áradni az életedbe. Bátorít ez benneteket? Kezditek érteni, hogy miért van szükségünk Jézusra? Halleluja! János 6:51-ben azt mondta Jézus, én vagyok az az élő kenyér, amely mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor kaptunk életet. Az ő halála nekünk életet jelent. Az ő tisztasága számunkra tisztaságot jelent.
mindent ő rajta keresztül kapunk. Tehát ő az egyedül testre töltött Isten. A második válasz, hogy miért csak egyedül Jézus tud megmenteni, azért, mert egyedül ő a tökéletes ember. És az előbb egy picit előrébb szaladtam, de most kicsit visszamegyek, hogy legyen teljesen világos ez számunkra. Egyedül Jézus a tökéletes ember. Soha senki ezen a földön nem tudott bűn nélkül élni, kivéve a názareti Jézust. Fantasztikus, lenyűgöző. Amikor erre gondolok, teljesen kész vagyok tőle. Hogy? Jézus végig tudott élni 33 vagy akármennyi évet úgy, hogy soha nem vétkezett. Nem volt egy rossz szava, nem volt egy rossz gondolata, soha egyetlen kísértés sem tudta törbecsalni, soha nem tudta becsapni őt a sátán, soha nem volt bizalmatlan, soha nem volt hitetlen, soha nem volt szeretetlen, és így tovább. Fantasztikus. Azt írja a Biblia, ezt mondta Jézus, Máté 5:17-ben. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Jézus betöltötte a törvényt. Ez azt jelenti, hogy a törvény minden elvárásának eleget tett, és mindig eleget tett. A törvény egyetlen paragrafusát sem sértette meg. Mindig Istennel közösségben maradt. Betöltötte a törvényt. Egyedül ő volt erre képes, soha senki más, sem előtte, sem utána. A zsidók 4:15-ben azt olvassuk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, mondjuk a folytatást, kivéve a bűnt. Jézus is kísértést szenvedett, ugyanúgy, mint én. Ugyanúgy támadták rossz gondolatok. Ugyanúgy támadták rossz érzések. Ugyanúgy voltak kihívások az életében, nem kis kihívások. De soha nem vétkezett, azt mondja a Biblia. Mindenben kísértést szenvedett, de nem vétkezett. A 2 Korintus 5:21-ben azt írja a Biblia, mert azt, és itt Jézusról van szó, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit mond itt Jézusról a Biblia? Mi, hogyan volt a bűnnel? Nem ismert bűnt. Nem ismert bűnt. Jézus nem ismert bűnt sohasem. Szóval azért csak egyedül Jézus tud megmenteni, mert egyedül ő a testet öltött Isten, mert egyedül ő tökéletes ember, és a harmadik, és ez a lényeg, mert egyedül ő a megváltó. Mert az én bűnömet és a te bűnödet nem vehette át csak egy tökéletes személy. Ha neked nincs vesséd, nem lehetsz vesedonor nekem. Ha te íces vagy, nem adhatják nekem a te véredet egy műtétkor. Ha te el vagy adósodva, akkor nem tudod kifizetni az én adósságomat. Bennünket, bűnösöket egyetlen egy valaki menthetett meg, aki tökéletes, aki tiszta, aki ártatlan. Soha senki nem volt ilyen. Buddha beismerte, hogy nagyon gyarló ember. És azért kereste a megvilágosodást. Mohamed bűnös ember volt, soha nem állította, hogy nem az. A nagy vallás alapítók soha nem mondták magukról, hogy én bűntelen vagyok. Nem, épp ellenkezőleg. Gyarló vagyok, bűnös vagyok, szükségem van valamilyen útra. Aztán egyik talált ilyet, másik talált olyat. De soha nem mondták. És egyikük sem mondta azt, hogy személyesen ért, engem meg fog menteni. Egyik sem mondta, hogy értem fog tenni Fóris Tamásért valamit, aki majd több ezer év után fog élni. Hanem ők azt mondták, ó, rájöttünk dolgokra, találtunk egy utat, megmutatjuk nektek ezt az utat, gyertek, ti is járjatok ezen. De Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, én vagyok a testet öltött Isten. Én magam halok meg a te bűneidért. A tiédért. Nem csak úgy globálisan, hanem személyesen a tiédért. Jézus volt a testet öltött Isten. Ő tökéletes, ártatlan ember volt, és ezért lehetett a megváltónk.
Az imént már idéztem az 1 Timóteus 2:5-6-ot, amikor azt mondta a Biblia, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Idáig emlékeztek rá, ugye? És utána megmagyarázza, hogy miért. Miért csak egy közbenjáró van, és miért csak Jézus az. Azt mondja, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Itt a magyarázat. Látjátok? Miért csak ő az út? Mert ő lett a váltság. Soha senki nem fizethette volna ki a váltságdíjat. Értem és érted, egyedül Jézus. És mivel csak ő a megváltó, azért csak ő a megoldás. Csak ő az út. Ézsaiás 53-at is olvastuk már, de most annak a folytatását is szeretném. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. És most figyeljetek. De az Úr, mondjuk együtt, őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ez milyen csodálatos, nem? Amit én elrontottam. És itt nem kell, hogy érzelmeink legyenek ezzel kapcsolatban, egyszerűen csak ez a tény. Amit én elrontottam, ahogy én vétkeztem, minden bűnömet, minden kudarcomért, azt mondja a Biblia, hogy őt sújtotta Isten. Kedves barátom, aki nézed ezt a videót, bármit tettél az életedben, szeretném, hogy tudd, Isten akarja, hogy tudd, hogy Jézus helyetted megbűnödött. Az összes bűnödet magára vette. Egyedül ő a megoldás számodra. A 2 Korintus 5:21-et szintén olvastuk, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk. Miért? Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egy helycsere történt. Ő átvette az én helyemet az ítéletben. Azért, hogy én az ő helyére kerülhessek az Isten jelenlétében. Az 1 Péter 3:18-ban azt írja a Biblia, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. A bűneink elválasztottak minket Istentől. De mivel az igaz szenvedett a nem igazakért, ezért a bűneink eltöröltettek, és mi mehetünk Istenhez. Ezért történt a megváltás. Az 1 Péter 1:18-19-ben pedig nagyon világosan írja az ige. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Egészen világosan fogalmazolja, Jézusnak a vérén, amelyik tiszta volt, hibátlan volt, szeplőtelen volt, vásárolt ki bennünket Isten a bűnnek a hatalmából. Nos, ezért csak Jézus a megoldás számodra. Képzeld el, hogy egy nagy fennsíkon vagy, kirándulsz egy társasággal, és erdő borítja ezt a fennsíkot, és egyszer csak valami miatt tűzüd ki. Egy hatalmas erdőtűz. És ez a hatalmas erdőtűz közeledik felétek, és közeledik feléd. És te menekülőre fogod a dolgot. Elkezdesz szaladni. Futsz, rohansz a tűz elől. És ahogyan menekülsz a lángok elől, egyszer csak egy szakadék keresztezi az utadat. Egy hatalmas szakadék. És nem tudsz lemászni. És nem tudod átugrani. És ott toporogsz kétségbe esetten, mert a lángok mindjárt utolérnek. És mindjárt elpusztulsz. És akkor hirtelen meglátsz egy hidat, ami a szakadékon átível. Mit teszel? Rálépsz? Átmész rajta? Igen! Semmi trükk nincs a példában. Átmész rajta. Miért? Mert felfogtad, hogy a lángok mindjárt elérnek hozzád, és te meg akarsz menekülni. És azért átmész azon a hídon. Tudjátok, a bűneink egy szakadékot jelentenek. Köztünk és Isten között.
És hogyha a halál utolér bennünket, a fizikai halál, ebben az állapotban akkor le fogunk hullani, ahogy ez a kis kép mutatja. Le fogunk hullani a kárhozatba, az örök gyötrelemnek a helyére. De van egy híd. Ez a híd pedig Jézus. Mert ő halt megértünk, ő a megváltó. És hogyha mi elfogadjuk őt, akkor megszabadulunk, és Isten örök életet ad nekünk. Azt mondja a Biblia, hogy azt mondja Jézus János 14:6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Úgyhogy nem tudom eddig, hogy gondolkodtál Jézusról. Lehet, hogy mereven elutasítottad őt. Lehet, hogy nem utasítottad el, csak nem foglalkoztál vele. Az is lehet, hogy úgy gondoltad, hogy hát ő is egy a többi út közül. De szeretném ma, ha tudnád, hogy csak egy út van Istenhez. És neked szükséged van Jézusra. Szükséged van Jézusra, mert te is bűnös vagy. Szükséged van Jézusra, mert a bűneid téged is elválasztanak Istentől. És szükséged van Jézusra, mert egyedül ő a megváltó. És nincs más út rajta kívül. A kérdés, hogy mit fogsz tenni? Hogy rálépsz erre az útra, vagy inkább elveszel a bűneidben? És akkor az utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mit kell tenned, ha szeretnél megmenekülni? Öt egyszerű lépést hadd mondjak. Az első, higgy Jézusban. Mit jelent hinni Jézusban? Egyszerűen azt jelenti, hogy elfogadod a szívedben, hogy ez igaz. Elfogadod a szívedben, hogy igen, bűnös vagyok, a bűneim elválasztanak Istentől, de Jézus a testet öltött Isten, aki ártatlan volt, helyettem meghalt, és én ő általa megmenekülhetek. Ezt kell elfogadnod. Ezt jelenti a hit. Így írja János 3:16-ban a Biblia, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mi kell ahhoz, hogy valaki ne vesszen el a bűnei miatt, hanem örök élete legyen? Hogy higgyen Jézusban. Amikor Pál és Szilász Filippiben a börtönőr kérdésére válaszoltak, aki ilyetten kérdezte, hogy mit csináljak, hogy megmeneküljek, akkor azt mondta neki Péter, illetve Pál, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Tehát az első dolog, amit tenned kell, hogy higgy Jézusban. Fogadd el azt, amit őtet érted igaznak. A második lépés, hogy bánd meg a bűneidet. Isten szent Isten, ahogy mondtam. És Istenhez nem jöhetnek azok, akik szeretik a bűnt. Ha te szereted a paráznasságot, szereted az erőszakot, szereted a csalást, szereted a kevésséget, szereted a viszálykodást, szereted a pletykát, szereted a káromkodást, és az összes többi bűnt szereted, addig nem jöhetsz Istenhez. Addig Jézus áldozata számodra közömbös. Nem tud segíteni rajtad. Mert Jézus azt mondta, hogy én a betegekért jöttem. Én azokért jöttem, akik beismerik, hogy bűnösök, és szükségük van rá. És ezért a második lépés, hogy bánd meg a bűnödet. Lehet, hogy elhiszed, amit Jézus tett a kereszten, de soha nem bántad meg a bűneidet. Akkor nincs örök életed. Meg kell, hogy bánd a bűneidet. Bűnbánatra kell, hogy juss. És ki kell, hogy mondd Isten előtt, hogy Uram, bocsáss meg. Mint ahogyan a tékozló fiú csak úgy tudott visszajönni, hogy odaállt az apja elé, és azt mondta, hogy Apám, bocsáss meg, mert vétkeztem az ég ellen és te ellened. Minden vétek, amit emberek ellen követtünk el, az Isten ellen is irányult. Ahogy Dávid azt mondta, hogy egyedül ellened vétettem. Felismerte, hogy az ő bűnével valójában az ő Istenét sértette meg. Ezért a második lépés, hogy bánd meg a bűneidet. Így mondta Péter Jeruzsálemben
amikor meggyógyult egy sánta, és egy csomóan összefutottak, és hallgatták a prédikációját, azt mondta nekik, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek. Bűnbánat és megtérés nélkül nincs bűnbocsánat. Bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Mondjuk együtt. Bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Kell, hogy megbánd a bűneidet, és kérd Isten bocsánatát. A harmadik lépés, kérd meg Jézust, hogy váltson meg téged is. Egyszerűen szólítsd meg őt. Ha elfogadtad igaznak, amit ő tett, ha megbántad a bűneidet, akkor szólítsd meg Jézust, és kérd meg őt a saját szavaiddal, hogy Jézus, engem is válts meg. Vedd el az én bűneimet is. A Róma 12.13-ban azt írja a Biblia, meg van írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Mit kell tenni ahhoz, hogy üdvözüljünk? Segítségül kell hívni az Úr nevét. Megszólítod Jézust. Jézus, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet, és elsorolod neki, hogy mi mindent szeretnéd, hogy megbocsássa. Hiszem, hogy meghaltál értem, ártatlanul. Kérlek, most vedd el az én bűneimet is. És engem is válts meg. Segítségül hívlak téged. A negyedik lépés, amit maga Jézus mond nekünk, hogyha meg akarunk szabadulni, akkor merítkezzünk be az ő nevébe. Amikor pünköstkor Péter prédikált, és az embereket eltalálta az ő üzenete, és kérdezték, hogy akkor most mit évők legyenek, azt mondta Péter, Apcsal 2.38-ban, térjetek meg, és merítkezzetek be a bűneitek bocsánatára. Tehát térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Fontos a bemerítés. A bemerítésben Isten eltörli a bűneidet. Új életet ad. Meghalsz Krisztussal együtt, eltemetkezel, és feltámadsz. A bemerítkezésnek fontos szellemi jelentősége van. Ott szakít el téged Isten a régi életettől. Ez a megújulásnak a fürdője, ahogy mondja a Biblia. Az újjászületésnek a fürdője. És Isten lezárja a régi életedet, és egy újat ad neked. Ha még nem merítkeztél be, akkor hívlak, hogy tedd meg ezt. Keresd meg az Isten tisztelet után, megbeszéljük, akár a jövő héten. Merítkezz be. A Biblia szerint a bemerítkezésnek akkor van létjogosultsága, ha már hiszel és bűnbánatot tartottál. Addig, amíg nem hiszel és nem tartottál bűnbánatot, addig semmi értelme nincs bemerítkezned, vagy megkeresztelkedned. A negyedik momentum pedig ugyanebben az igében látható, amit Péter mond, vedd a Szent Szellemet. Vedd Isten szellemét. Költözzön beléd Isten szelleme, és legyen ő a te erőd ezek után. Tehát mit kell tenned, ha szeretnél megmenekülni? Higgy Jézusban. Bánd meg a bűneidet. Hívd segítségül. Kérd meg Jézust, hogy váltson meg téged. Merítkezz be az ő nevébe, és vedd a Szent Szellem ajándékát. Ha még nem követed Jézust, ezt kell megértened. Ezért van szükséged Jézusra. Tehát mi az üzenetem ma? Így szól, szükséged van Jézusra. Szükséged van Jézusra. Ha itt vagy most ebben a teremben, és felismerted, hogy szükséged van Jézusra, akkor én kész vagyok segíteni neked, hogy ma elindulj ő vele. Ha nem vagy itt ebben a teremben, hanem a videón keresztül nézed, de felismerted, hogy szükséged van Jézusra, akkor is szeretnénk segíteni neked. Írj egy levelet, ha nincsenek körülötted más hívők, írj nekünk egy levelet az info@vekker.eu e-mail címre. Válaszolni fogunk, fel fogjuk veled venni a kapcsolatot, és segíteni fogunk neked. Szükséged van Jézusra. Minden embernek szüksége van Jézusra. Ez a legfontosabb üzenetünk. Ezért vagyunk itt, ezért élünk a világban. Ezért vagyunk még ebben a földi életben, mert szeretnénk Jézust képviselni. Amen.